Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak! Én Bóna Friderika vagyok, ez itt pedig a Gömör és Nógrád Rádió titkos hozzávaló című műsora, melyben minden alkalommal Palócföld kulináris élvezeteinek hódolunk. Esetleg lemaradnának a keddi 6 órai kezdésről, minden adásunk visszakereshető honlapunk archívumában, vagy az újonnan létrejött YouTube csatornánkon. Legtöbbünk ahhoz szokott, hogy az otthoni klasszikus ízek legerősebben egy vagy érintve két kultúrához kötődnek, és aztán különböző próbálgatások során belekever olyan fogások és fűszerek, melyeket a külföldi gasztronómiából csempészünk át. De mi a helyzet akkor, ha a családi menü sorra kezdetektől fogva kevert, ha két fő is elválaszthatatlan része van, melyek nem feltétlenül vagy egyáltalán nem hasonlítanak. A következő órában a multikulturális konyha szegleteit járjuk be beszélgető partneremmel. Mai vendégem Barci Laura, avagy Laura de las Eras Barci, aki pontosan egy ilyen családban nőtt fel. Szia Laura, nagyon örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm, minden jót, szép napot! Akkor így az elején rögtön beszélgessünk egy kicsit a te gyökereidről. Azért, amikor kimondtam a neved második, hívjuk úgy verzióját, szerintem lett egy kis sejtésünk a kulturális hátteredről, de mesélj csak nekünk, hogyan is néz ki ez a keveredés nálatok. Igen, természetesen, tehát édesanyám az magyar, felvidéki, tehát Gömörből származik, apukám pedig Spanyolország déli részéről, hát valójában Madridban született, viszont egész életét Granadában élte, és hát most már jó 20x éve él itt velünk Szlovákiában, tehát hogy az egész családom itt él, viszont így áll össze a keveredés az én esetemben. És nyilván, amikor a gyerek alapjáraton egy ilyen környezetben tölti a mindennapjait, és számára ez a természetes, akkor nem tűnik fel neki azonnal, hogy valami más, mint mondjuk a barátai családjának. Tehát mikor tudatosult benned úgy igazán, hogy ez a spanyol-magyar kombináció tulajdonképpen nem annyira megszokott mifelénk, hogy úgy fogalmazzak? Ahogy szinte legyek, elég hamar tudatosult, de nem is kimondottan elsősorban a gasztronómia terén, mert hát gyerekként még nem igazán fogtam fel az ilyen dolgokat. Az első olyan pillanat, amikor ez így nyilvánvaló lett számomra, az volt, amikor így néha észrevettem, hogy az a forma, amit az a nyelvhasználat, amit én otthon megszoktam, hogy azon a nyelven mondom az adott szót, ami a leghamarabb eszembe jut, az nem teljesen természetes, és nem mindenki fogja érteni körülöttem. Na, ez volt az a pillanat, tehát, hogy óvodában is már meggyűlt velem néha gondjuk az óvónéniknek azzal, hogy nem értették, miről beszélek, mert hát én úgy mondtam a magamét, és hát ha belecsúszott egy kis spanyol szó, én nem igazán zavartottam magam miatt, mert hát hogy hozzá voltam szokva, hogy ezt otthon nekem értik, úgyhogy talán ezt tudnám így kimondottan pillanatként meghatározni. Hát persze, hát ha ahhoz vagyunk szokva, hogy keverjük a nyelveket a családon belül, akkor nem jut eszünk be az, főleg gyerekként, hogy esetleg a másik, vagy más környezetből származó ember nem biztos, hogy felfogja a mi mondandónkat. És ugye, amikor mindenről így tudatosan kezdtél el gondolkodni, melyek voltak az első reakciók, vagy gondolatok? Ezeket persze legjobban a környezet befolyásolja, mint tudjuk, de hogy így főleg gyermek, vagy nagyon fiatalkorban, tehát hogyan kezdtél el erről gondolkodni akkor? Az az igazság, hogy sok más bilingvális ismerősömmel, akivel beszélgettem például ilyen témáról, mondta nekem azt, hogy ők adott pontokon az életükben ezt negatívumként élték meg. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem számomra ilyen negatív érzés sose jelentkezett ezzel a témával kapcsolatban, mivel én mindig tudtam, hogy ez egy hatalmas kincs, amit a szüleiktől kaptam, hogy eleve két nyelven beszélek folyékonyan, anyanyelvi szinten, és ugye utána ehhez jött a többi is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy előnyt adott nagyon sok ponton eddig az életemben az, hogy ott volt a spanyol, mint egy plusz támaszték, mint egy harmadik láb, vagy negyedik láb, és hogy eddig csak előnyökhöz juttatott. Más területek olyanok, amikor ezt így észrevettem, az mondjuk az lehetett, hogy iskolában, amikor elkezdtünk más nyelveket tanulni, tehát az angolt, a németet, akkor nekem sokkal jobban ment, mert sok hasonlóságot tudtam felfedezni a nyelvek között, illetve ezt azóta is észreveszem, hogy fogékonyabb vagyok rá, hogy valahogy szoktál is ezt mondani, az a közmondás, hogy minél több nyelvet beszél egy ember, annál fogékonyabb a többire is, és tényleg ad egy olyan típusú alapot, egy olyan fajta megértési hálót, ami így felöleli azt, hogy könnyebben értsd meg a másikat, bármilyen nyelven is szóljon. De ez csodálatos, hogy így gondolod, mert tapasztalataim szerint én is ismerek olyan embereket, és találkoztam olyan bilingvális személyekkel, akik így, hogy is mondjam, tényleg
tényleg negatívumként élték meg, és esetleg volt, aki mondjuk szégyenkezett miatt, hogy ő más, hogy ő úgymond idézőjelben a különc, de ezért is örülök, hogy pontosan így mondtad, mert teljesen egyetértek veled, hogy ez egy óriási nagy kincs. És ugye beszéltél itt az előnyökről, pozitívumokról, de ha vannak, akkor melyek a hátrányai szerinted, hogy vannak egyáltalán ennek? Hát természetesen mindennek vannak hátrányai, tehát túl racionális ember vagyok ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy valami lehet egyoldalúan rólaszín. Ha nagyon akarok keresni, akkor te ebben a témában is találok például olyasmit, hogy kiskoromban inkább így a nyelvtan és a helyesírás terén voltak nehézségeim. Valószínűleg az történt, hogy mivel két nyelv keveredett a fejemben, ezért lassabban tökéletesedett ki az egyik is, meg a másik is. És például így a magyar helyesírásom is sokáig borzalmas volt, meg kevertem egyszerűen a dolgokat, tehát, hogy nagyon sokáig voltam úgy, hogy azokat a hangzókat, amiket spanyolban másképp ejtünk, tehát, hogy például a BV hasonlulás, azt magyarban is alkalmaztam, tehát, hogy írásnál ilyen első és másodikos koromban simán tudat alatt. Úgyhogy ilyenek miatt esetleg kaptam párszor ilyen megjegyzést, vagy ilyen kis csipkelődést, hogy hát, hogy a gyerek nem tud írni normálisan, hogy valami baja lesz, vagy ilyesmi. Persze. Egyébként viszont inkább itt a spanyol oldalról volt az, hogy esetleg, ahogy mondtad, hogy egy kis ilyen rossz vagy szégyenkező érzés lett volna bennem, ez pedig annak köszönhető, hogy hát igazából nem voltam egy túl türelmes gyerek, és nem igazán hagytam magamat otthon tanítgatni, úgyhogy például apum párszor megpróbálkozott vele, hogy oké, akkor most üljünk le, és vegyük át a spanyol dolgokat is rendesen, és hát ezt nem igazán hagytam, és azért hiába beszélek nagyjából folyékonyan spanyolul, most már azért a helyesírásom is tök rendben van, de nyilván vannak olyan dolgok, amiket, hogyha iskolában is használtam volna ezt a nyelvet, akkor nem lennének ilyen hibáim. És ez, amikor például kint voltam Erasmuson Spanyolországban, akkor eléggé előjött, hogy vannak ilyen dolgok, amiken látszik, hogy nem tartozok teljesen oda. Természetesen azért, míg elsajátítja az ember azokat a nyelveket egy olyan szinten, az egyértelmű szerintem, hogy keveredik ott, és akkor egy kicsit összezavarja, mint a gyereket, mint a tanárt azért. És Erasmuson merre voltál? Így apukád úgymond földje felé kanyarodtál, vagy egy teljesen másik irányt vettél Spanyolországon belül? Hát pont jól jött ki igazából, pontosan abba a középiskolába jártam, ahová apukám és a család többi tagja is. Az igen. Igen, nagyon nagy hálával tartozom amúgy a volt gimnázium igazgatónőjének, Paternai Zsuzsannának, mert ő volt az, aki így segített ezt az egészet elintézni, tehát hogy ez azért nem adja annyira szokványos dolog, hogy középiskolából sikerüljön valakinek egy fél éves Erasmusra kimenni, vagy hát egy 4 hónap az én esetemben, és hogy ezt sikerült úgy intézni, hogy tényleg abba a városba, abba az iskolába járhattam, ahova a családom és a nagyszüleimnél éltem közben. Akkor ott aztán tényleg megtapasztaltad azokat a gyökereket, hogy hogyan fonódnak körbe és körül, hogyha ugyanoda jártál biztosan. Hát nagyon szépen köszönöm akkor az eddigi válaszokat, Laura. Most tartsunk egy kis szünetet, de hamarosan jövünk vissza a titkos hozzávaló mai adásának második részével. Addig is hallgassuk meg a Margaret Islandet és a Carson Comat. És már vissza is tértünk a titkos hozzávaló mai, egyébként 20. adásával, melyben vendégemmel Barci Laurával a több nyelvű családról, a kulturálisan kevert háztartásról beszélgetünk. Az előző részben már azért nagyvonalakban elmeséltük a te történetedet, és így körvonalazódtak, hogy úgy mondjam, a gondolataid ezzel kapcsolatban, de most már térjünk át erre a multikulturális konyhára is egy kicsit. Tehát hogyan mutatkozott meg nálatok így a mindennapokban a magyar és a spanyol konyha keveredése, vagy hogyan keveredett egyáltalán? Fú, hát ez egy eléggé nehéz kérdés, tehát, hogy ezt így tudatosítani, hogy mi a háttere tényleg ennek a mindennapos használatnak. Igazából úgy mondanám, hogy talán hanyagoltuk az ilyen tipikus magyaros recepteket, tehát, hogy nálunk sose volt, nem tudom, gulyásleves, vagy kirántott hús. Lehet, hogy ez azért is van, mert nem igazán szerette anyukám ezeket elkészíteni. Viszont azt tudom, hogy egyrészt a hozzávalókban, tehát, hogy mivel főzünk, másrészt pedig a recepteknek a
jellegében is nagyon megjelentek ezek a spanyol vonalak. Nálunk szinte mindenhez olívaolajat használunk. Általában ezt rendeljük Spanyolországból ilyen egy ismerősünkön keresztül, úgyhogy tényleg mondhatni tonna számra veszük az olívaolajat, mert egyszerűen ehhez van, vagyunk hozzászokva, meg hát ez illik azokban a receptekben, amiket használunk. Másrészt pedig természetesen megjelentek ezek a tipikus spanyol receptek is, tehát hogy egyrészt amikor apukám is főzött, másrészt amikor anyukám is, mert ő is azért, amikor ott voltak Spanyolországban, akkor elleste így az anyósról, meg megtanulta, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezeket a tipikus spanyol ételeket is, bár nem mondanám, hogy nagyobb számba jelennének meg, mint a közép-európaiasabbak, és inkább így a ételek elkészítési módja az, ami nem ez a tipikus magyar. Értem, és ugye említetted, hogy egy kicsit, mint hogyha hanyagoltatok volna, és inkább a spanyol mediterrána vonal felé kanyarodtatok, de mondjuk melyek azok az ünnepek vagy események, amelyek során azért mind a kettő úgy képviseltette magát, vagy inkább az a közép-európai is képviseltette magát a spanyol mellett? Konkrét eseményeket nem igazán tudnék felsorolni, mert tényleg nagyon-nagyon keveredik ez nálunk. Hogyha esetleg így, ami tényleg egy olyan esemény, amikor szerintem szinte minden családban van egy ilyen szigorúban kialakított étrend, természetesen a karácsony. Azt tudnám esetleg elmondani, hogy karácsonykor keveredik ez egy kicsit jobban nálunk, mivel megvan az, hogy mi, ahogy anyukám kömöri, ezért ugye ebédre káposztaleves van. Ez teljesen magyarosan van elkészítve, vagy hát ilyen szlovákiai magyarosan. Másrészt pedig csak azért mondom, ez amúgy egy érdekes kis kitérő, mert betettem már Magyarországon káposztalevest, és nagyon nem olyan, mint ahogy nálunk csinálják. Bizony nem. és egyébként utána viszont például vacsoránál a halat, azt pedig inkább úgy készítjük, ahogy Spanyolországban, tehát, hogy olívaolajon, esetleg szalonnába tekerve, úgyhogy ilyen lazac filéket szoktunk mostanában így enni, és akkor például nem orosz saláta van hozzá, hanem házi majonéz, ilyen spanyol salát készített házi majonéz, és lényegében ilyen spanyol saláta. Igen, és pont rá tapintottam, mert éppen ilyenekre gondoltam, hogy mondjuk egy karácsony, vagy egy húsvét tényleg, amikor egy kicsit ilyen, úgymond striktebb a menüsor, hogy úgy fogalmazzak. Talán ez volt a legjobb példa, amit fel tudnék hozni, mert az igazság, hogy eléggé spontánan főzünk, úgyhogy nem nagyon tudok még egy olyan példát mondani, amikor meg lenne a megszokott menü. Hát figyelj, Így a legjobb szerintem a spontán főzés az talán az, amikor az ember legjobban ki tudja élni magát közben, úgyhogy. És így említetted már a metódusokat, az elkészítési módokat, illetve a hozzávalókat, de így, hogyha egymás mellé állítod a kettőt, akkor nyilván számottevő a különbség, de úgy, amit te így magad szerint kiemelnél igazán a különbségek, vagy akár a hasonlóságok közül, ami még talán érdekesebb is, mert eléggé távoli a két konyha, de valamiben hasonlít, amit úgy kiemelnél, vagy mi az, amiben tényleg annyira különbözik, hogy így nem is lehet úgymond egy napra tenni. Hát akkor ha megengedett, tényleg inkább kezdeném a különbségekkel, mert a sokkal egyszerűbb megtalálni, mint a hasonlóságokat. Csak nyugodtan. Tehát egyrészt az, amit már így félig említettem is, hogy a magyarok vagy szlovákok szeretnek így zsírral, vagy naplefolkóolajjal főzni, sütni. Tehát ez a spanyoloknál nagyon-nagyon ritkán játszik. Vannak olyan kivételes esetek, amikor zsírt használnak alapul, viszont ami sokkal jellemzőbb, az azért az olívaolaj mindenhol. És azt is kell, hogy mondjam, hogy a mediterrán ételek általában könnyebbek, tehát hogy nem olyanok, mint nálunk, hogy az ember elmegy a nagymamához, megeszi a 4 fogás, és utána 4 napon át nem tud megmozdulni. Körülbelül igen. A spanyolok is nagyon sokat esznek, és szeretik a sok fogást, viszont általában egyrészt ezek kisebbek, tehát hogy náluk nagyon jellemző ez a megosztott tányér, hogyha így szó szerint fordítanám, típusú
táplálkozás vagy étkezés, és ez azt jelenti, hogy nem mindenkinek ki van szedve a saját kis tányérkájára, hanem ki van téve a tálca az asztal közepére, vagy akár egy étteremben úgy kérünk, hogy kérünk egy tányért ebből, egy tányért abból, egy tányért amabból, és akkor így mindenki szedi magának, ami az éppen gusztusa van, amiből éppen többet kér. Tehát, hogy ott is megvan ennek a folyamata, hogy nagyon sokat esznek, és ott is nagyon-nagyon el lehet tenni, de még sincs az embernek általában végeredményben olyan zsíros, olyan ragadós érzése, mint mondjuk egy itthoni étkezés után. Nyilván most extrém esetekről beszélünk. Tehát ez a zsíradék használathoz talán ennyit mondanék. A másik pedig az, hogy a spanyolok, vagy legalábbis most azért hozzá kell, hogy tennem, hogyha van itt esetleg olyan hallgató, aki szintén jártas lenne a spanyol konyhában, lehet, hogy abszolút nem értene velem egyet. Én most akkor maradjunk annyiban, hogy Granadáról is inkább a saját családomnak a helyzetéből, vagy szokásaiból kiindulva beszélek. Igen. Tehát nálunk a spanyol nagymamám az nagyon szereti az egyszerűen elkészíthető ételeket, és akkor például, hogyha így egymás mellé kéne tennem azt, hogy hogyan főz a gömöri nagymamám, és hogyan főz a granadai nagymamám, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a gömöri nagymamám az ilyen ezer Michelin csillagos konyhatündér, aki tényleg ott áll fölötte, és olyan dolgokat hoz össze, hogy arra szavak nincsenek. A spanyol nagymamám meg isteni dolgokat hoz össze, de hogy valami olyan könnyedséggel, hogy arra nincsenek szavak, és nem azért, mert annyival jobb szakács lenne, hanem csak egyszerűen annyi, hogy megvan az a jellege a recepteknek, hogy elkészítik magukat. Tehát, hogy nagyon szeretik a spanyol recepteket, amik elkészítik magukat, és nem kell felettük tepecselni különböző dolgokkal. Be van téve a sütőbe, és 3 óra múlva készen van, és már csak le kell önteni egy szószal, és tökéletes. Igen, hát azért meglátszanak ott azok a kulturális különbségek tényleg, meg hát az megint csak személyfüggő, ahogyan említetted te is, hogy azért van, aki jobban szeret fölötte állni, valaki meg azt mondja, hogy na akkor olyasmit, ami mellett tudok ma azt is végezni, mondjuk. És hát hasonlóságban azóta is gondolkozom, viszont jelenleg, hát sajnálom, de nem jut eszembe olyan, ami úgy nagyon jellemző lenne. Esetleg ilyen alapanyag téren, hogy jó, nem tudom, magyarok is szeretik a paradicsomot, a spanyolok is nagyon sok mindenhez használnak paradicsomot, pokhagymát, hagymát, úgyhogy talán ez három, meg még esetleg a krumpli az, ami úgy egyezni tudna. És más jelenleg sajnos nem jut eszembe. Nem baj, tökéletes, ez így, ezek a zöldségkapaszkodók, nevezzük úgy őket, de igen, egyébként ez a fokhagyma, meg paradicsom az mindenképp. Na és ugye említetted többszörösen a gömöri gyökereket, a gömöri nagymamát, és ugye otthon az újvári menüsorra rá kerültek ilyen nagymamaféle receptek, ilyen gömöri nagymamaféle receptek? Hú, hát hogy őszinte legyek, nem igazán. Ennek több oka is van, az első az leginkább azért, mert ahogy említettem is, ezek, tehát nem egyszerű őket elkészíteni, és általában olyanok, hogy utána úgy néz ki a konyha, mint ahol bomba robbant, mert sok minden kell hozzá, és zsíros, és tocsog, és ilyesmi, imádjuk, nagyon-nagyon szeretjük, de otthon nem igazán szoktuk elkészíteni, egyrészt az életvitelből adandóan, hogy nincs is annyira idő az ilyesmire, más, és meg tényleg ezek a praktikus dolgok. Úgyhogy tényleg sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy arról a feléről bármennyire is imádjuk azokat az ételeket, és megvan az, amit kérünk mindig, hogyha megyünk haza a gömörbe, hogy léci, ezt csináld, vagy azt csináld, mert mi ezt otthon nem csinálunk. Pont így, hogy otthon nem csináljuk őket. Értem, hát igen, a kívánság lista a nagymama felé az mindig egy állandó látogatás előtti procedúra. Az általában úgy van. Hát akkor köszönöm, Laura, az eddigi válaszokat is, hamarosan jövünk vissza a harmadik részével a mai adásnak, de addig is hallgassuk meg a Bagosi Brothers Company-t és az Eddát.
Itt is vagyunk a titkos hozzávaló mai 20. adásának harmadik részével, melyben a multikulturális konyháról és a többnyelvű családi környezetről beszélgetünk vendégemmel, Barci Laurával. Amire még nem tértünk ki, úgy igazán, azok az utazások, illetve látogatások. Hát tudom rólad, hogy nagyon szereted a világot járni, és mindig hol erre látlak, de milyen gyakran jársz mondjuk apukád szülőföldjére, és milyen gyakran látogatsz el mondjuk Gömörbe? Na hát, nagyon szeretek tény utazni, és hogy mennyire sikerül Granadába eljutni, az viszont ehhez képest sajnos egy alacsony szám így az utazásaimhoz képest, mivel egyrészt nem egyszerű oda jutni, tehát nincsen egyenes csatlakozás sem Bécsből, sem Pestről, sem Pozsonyból, úgyhogy vagy Madridba kell repülni, és akkor onnan még lebuszozni, az egy jó 5 órás út, úgyhogy nem annyira kellemes, vagy pedig Malagába kell repülni, és onnan is még, vagy valakit megkérni, hogy jöjjön ki elég a reptérre, vagy pedig szintén valamilyen tömegközlekedéssel, vagy autóbérléssel megoldani a dolgot. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, most utoljára 2021. decemberében voltam, igen, 2021. decemberében voltam kint Granadában, ugye közben volt egy Covid-járvány, úgyhogy olyankor abban az időben természetesen nem is tudtunk menni. Persze, persze. De hogy sajnos inkább ilyen két-három évente jön össze ez a látogatás így jobb esetben. Gömörbe szerencsére gyakrabban eljutunk, mert elég beülni az autóba, amióta én is vezetek, egyszerűbb a dolog. Viszont amióta szintén egyetemista vagyok és dolgozom, és nehezebb összehozni azokat az időpontokat, így azt kell, hogy mondjam, ilyen 3-4 hónaponta jön össze egy gömöri út, ami általában egy hétvégét jelent, tehát hogy pénteken megyünk, és vasárnap jövünk ilyen két éjszakás megbamánál átalvással. És ugye ebből a színes és ízletes kavalkádból, amit itt már kiveséztünk, említettünk, melyik az a fogás, amely neked igazán az otthont juttatja eszedbe, és hol van egyáltalán az az otthon, mert azért ez is egy nagy kérdés a te esetedben. Hát igen, most akkor kezdeném a kérdés második felével. Nehéz, ezen én is nagyon sokat szoktam gondolkozni, hogyha így őszintén megkérdezi valaki, hogy mit mondjak otthonomnak. Tehát, hogy nem mondanám igazán, hogy Érsekújvár volna, hiába éltem ott le az eddigi életemet. Nincsenek ott gyökereim, és nem éreztem sose annyira magamének a várost. Így például Granadát és Tornaját Gömörben sokkal inkább. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy harmadrészt granadai, harmadrészt tornaiai, harmadrészt pedig választott otthonomul gombaszögi vagyok. és hogy mi a kedvenc fogásom, az pedig nehéz megmondani, változó, azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy nem igazán szeretek egy dolgot a kedvencemnek tartani sok időn keresztül, úgyhogy ez egy ilyen rotáló dolog, de hogyha Gömörre gondolok, akkor biztos, hogy a krumplilángos jut eszembe, ami így nálam az elfeledhetetlen és a legcsodálatosabb ételek egyike, amúgy pedig akkor, hogy húzzak egy kis párhuzamot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a tortilla de patatas, ami lényegében egy ilyen krumplis torta lenne, de nem édesre, hanem sósra kell gondolnunk. Úgyhogy megvan itt a jó kis krumplis összefüggés a két étel között. Tehát ez lényegében fel van vágva a krumpli ilyen vékonyabb szeletekre, ki van sütve olajban, és utána pedig egy ilyen tojásos mázzal, és egy kis tojás, egy minimális liszt, és az össze van sütve az egész, és így kvázi ilyen torta alapú valamit kapunk, hogyha így a serpenyőben ez ki van töltve, és benne vannak a finom krumpli rétegek, és ezt finom, friss házi majonézzel szokták enni, meg olívabogyóval, meg paradicsommal, és fó, nagyon-nagyon finom tud lenni. Basszus, tiszta rejés lettem itt most.
És látod, látod, annyit kerested azt a hasonlóságot, és persze, hogy a krumpli lett a végén. Hát igen. Hát és akkor ezzel a kérdéssel tulajdonképpen eljutottunk az én mai utolsó kérdésemhez, amely a műsor nevéből is leszűrhető, és mindig minden vendégemtől megkérdezem, hogy mi a titkos hozzávaló. És esetedben pedig az lenne a kérdés, hogy mi a titkos hozzávalója annak, hogy ez a két fő kultúra kiegészítse és megerősítse egymást, és ne elnyomja. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nálunk a tökéletes titkos hozzávaló az a szimbiózis. Abszolút kiegészíti egymást a két étrend, a két kultúra, és mivel, hogy mindnyáján nagyon nyitottak vagyunk, úgy nem csak, hogy egymás, de inkább így a világ felé is nagyon-nagyon könnyen beszippantjuk az új dolgokat, tehát, hogy beépítünk más kultúrákból is pillanatokat, vagy hozzávalókat, fogásokat, és ez tényleg egy úgymond tökéletes szimbiózist alkot nálunk otthon. Ezt nagyon szépen összefoglaltad, Laura. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásomat, és el tudtunk erről beszélgetni, valamint megosztottál egy jó nagy szeletet az életedből, úgyhogy igazán köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást, és további jó hallgatást kívánok mindenkinek. És akkor kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt a Gömör és Nógrád Rádió titkos hozzávaló című műsora, melyben minden alkalommal Palócföld kulináris élvezeteinek hódolunk. Én Bóna Friderika vagyok. Vendégem volt Barci Laura, avagy Laura de las Eras Barci, most pedig következzen a Bikini széles tágas a tér című dala. A viszonthallásra!